Péntek este készült ez a kép a Budapesti Kongresszusi Központban Komoróczki Alizról és Görgényi Ernőről, ahol a 2018-as év 50 legbefolyásosabb turisztikai személyek közé választották őket. A fővárosi eseményen magát a kiadványt mutatták be, melyben a gyulai páros is szerepel. Nem lehet egy személyre szóló ö, díjnak tekinteni. Ez a díj nem a személyekről szól, mondta Komoróczki Aliz, a gyulai turisztikai Kft. ügyvezetője, aki hangsúlyozta, a város évek óta bekerül a tíz leglátogatottabb magyarországi célpont közé, az elmúlt tíz évben pedig meg az itt töltött szakák száma. Kiemelte, ez az elismerés a helyi szereplők összefogása mellett számos szempontnak és sok embernek köszönhető. Ez a város számára egy további lendületet biztosít, marketing megjelenésekkel jár, jobban megismerik a várost még esetleg azok a szakmai szervezetek is, akikkel nem volt a korábbiakban olyan szoros a kapcsolatunk, és azt gondolom, hogy így nyitottabb az út számunkra egy bizalmat kölcsönöz a város, és a városban, a város turizmusában dolgozó szakemberek számára is. A gyulai turisztikai ágazatnak szóló elismerésként értékelte a kiadványban való megjelenést Görgényi Ernő polgármester. Azt mondta, mindez segíthet abban, hogy jobban odafigyeljenek a városra, akár azon döntések alkalmával is, melyek újabb beruházásokat hozhatnak Gyulára. A szigetelőt program megvalósításában újabb lépést teszünk most a Szent Miklós Park rekonstrukciójával, azután a kastély mellékszárnyában a bálterem és az ételtörténeti látványkonyha kialakításával, és a miniszterelnökségen készítik azt az előterjesztést, amely a szigetelőt program első nagy lélegzetű szakaszának a megvalósítását készíti elő. Úgyhogy bízom benne, hogy ezek a fürdő Fejlesztésével együtt az elkövetkezendő években nagyon sok munkát adnak még, mind az önkormányzatnak, mind pedig azoknak a partnereinknek, akik érintettek ezen beruházási tervekkel kapcsolatban. Görgény Ernő a Szigeterőt programmal kapcsolatban elmondta, Virágzsolt kormány biztos vezetésével készül egy előterjesztés, melyről majd a kormány tárgyal és a program első szakaszának a feladatait határozza meg. Hogy ebbe pontosan mi kerül, azt egyenlőre nem lehet tudni. Azonban a gyulai javaslat a várkiállítás megújítását, az épülethez kötődő kisebb munkálatok elvégzését, a vár színpad és a néző térkorszerűsítését, valamint a palánkvár rekonstrukcióját célozza.